A mai részben Ugi Szabina író költőnővel beszélgetünk. Ám bár először Olaszországban találkoztam vele, ráadásul egyik fő témánk a Gránátalma íze című regénye lesz, melynek főhelyszíne Szicília, nekem Szabina mégis Franciaországot juttatja az eszembe. Elegáns, egyedi, igazán tüchtig. Éppen ezért ezúttal a Liszt Ferenc téri Café Vien kis szeparéjában kérdezem őt, mely helyszín először áll rendelkezésünkre, de reméljük nem utoljára. S ki mással kezdődhetne ez az együttműködés, ha nem épp ezzel az ízig-vérig elegáns nővel, akinek minden mozdulata, gondolata, gesztusa oly nagyon finom és nemesi. Ismét itt a Kultúrrecept, életreceptek művészemberektől, életművészekről, az életben boldogulás művészetéről. Nem olyan rég szerezted meg a, hát ez már sorban a harmadik diplomát, ha jól számolok, ugye? Nemrég fejezted be a tanulmányaidat, és irodalomterápiával foglalkozol most már hivatásszerűen is, nem mintha eddig nem foglalkoztál volna vele. Mit jelent ez? Hogy kell elképzelni? Ez egy ugyanolyan terápia, mondjuk csoportterápia, mint amire az ember el tud menni, mondjuk ismerünk most már családállítást, különböző terápiás módszereket, kezelnek különböző függőségeket ilyen jellegű terápiákkal. Te miket, kiken tudsz segíteni? Bárkin? Vagy van valami specializációd? Uh-huh. Az irodalomterápia az egy művészetterápiás eszköz, és a mi eszközünk a szép irodalom, a szép irodalmi művek alapvetően. Van ennek egy nagyobb ága is, a biblioterápia, ami nem feltétlenül csak szép irodalmi szövegekkel dolgozik, tehát szlem szövegektől elkezdve, dalszövegeken át, akár lektűrirodalmat is bevisz a csoportfoglalkozásokra. Én szép irodalmi szövegekkel szoktam dolgozni, mert ezek a művek olyan sokrétegűek, és olyan hatásuk van, amelyek nem feltétlenül ott és akkor történik egy aha élmény, hanem van úgy, hogy később írnak rám egy-két hónappal, hogy most értettem meg, vagy most tudtam megtenni azt, amit ott olvastam, de akkor még nem értettem. Én fejlesztő irodalomterapeutaként egészséges, önismeretre nyitott emberekkel foglalkozom, akik szeretnének tanulni önmagukról, és szeretnének csoportban lenni. Tehát ennek a módszernek hatalmas nagy előnye az, hogy egy csoportban zajlik a terápia, és legalább, én azt tapasztalom, hogy legalább annyit hozzáad a csoport a terápiához, mint maga az irodalmi szöveg, illetve az én személyiségem és az én csoportvezetésem. Azt említetted az elején, hogy most tettem le ezt a diplomát, de már ugye korábban is voltak csoportjaim. Ennek az az oka, hogy 4 évvel ezelőtt a Petőfi Irodalmi Múzeumban volt egy nagyon jó továbbképzés Imrei Andrea vezetésével, és ott már elvégeztem egy bevezető kurzust, ami tulajdonképpen följogosult ott önismereti csoportok tartására, de most lett egy egyetemi diplomám, úgyhogy ez már egy magasabb szint. És ez mit jelent? Hány alkalomból áll egy ilyen terápia? Ezt én döntöm el. Én 10 alkalmas csoportokat szoktam hirdetni. Most már 5 féle tematikám van. Van egy általános önismereti, van egy párkapcsolati csoport. Ez a leginkább keresett és a leginkább közkedvelt tematika. Van egy női archetípusokkal foglalkozó csoport, ez a mitikus nők csoport, ezt tavaly indítottam, ez is nagyon jól sikerült. Van egy alkotóváltozás nevű csoport, ahol a változást járjuk körbe. Egyébként alapvetően nők járnak a csoportba, és nagyon szomorú vagyok emiatt, hogy a férfiak például nagyon bátortalanok, és nagyon kevés. Így a 4 év alatt azt hiszem, hogy 6 férfi járt a csoportjaimba, holott nagyon jót tesznek ők a csoportnak, egy férfi nézőpont. Mennyire érdekes ez, hogy a legtöbb kutatás az bizonyítja bizony, hogy nők olvasnak még mindig többen. Vagy hogy ez még mindig egy ilyen női műfaj akar lenni. Most itt van előttem egy könyv, amit nem is feltétlenül azért mondok el, mert most annyira ebben a pillanatban aktuális, de azért mondom el, mert egyrészt készült belőle egy hangjáték a Katolikus Rádió számára, Gáspár Kata és Bensági Ildikó
főszereplésével, illetve az ő hangjukon szólalnak meg a szereplők. A gránátalma íze, aki teheti, olvassa el, biztos vagyok benne, hogy ez könyvtárból is kölcsönözhető, meg bizonyos értelemben megszerezhető dolog. Már csak azért is, mert itt vagyunk a nyár közepén, és Ugi Szabina elvisz minket Szicíliába. Minden tekintetben úgy gondolom kitalált hősnőn keresztül, de azért minden hősnőben bizonyára ott van maga a szerző is. Te magad is voltál Olaszországban több ízben ösztöndíjas, és tudom, hogy mit jelent Barbarának Szicília, de mit jelent Szabinának? Sokban hasonlít Barbarához ebben, ahogy ő látja Szicíliát? Én már ugye idősebb vagyok, mint Barbara, több mint 10 évvel, tehát most már kicsit távolabb van tőlem Szicília, és talán egy kicsit hidegebb fejjel tudok ránézni, de egyébként meg az a fajta szerelem, amit Barbara érez a felfedezés örömek közben Szicíliában, az ugyanúgy ott él bennem, és amikor visszamegyek, akkor ugyanezt élem át, hogy tényleg szeretem a szemetet az utcán, szeretem az ordítozó embereket, szeretem azt, ha megnéznek, és érdekes módon ezeket a dolgokat például Budapesten nem igazán szeretem, de ott valamiért a hely szelleme előhoz belőlem is egy más személyiségrészt, meg valószínűleg az olasz nyelv is aktivizál bennem egy más ént, egy más valakit, aki ezeket a dolgokat imádja. Úgyhogy nagyon hiányzik most is például Szicília, és tervezem, hogy megyek vissza, mert most már 2 éve nem voltam a Covid miatt. Úgyhogy ez már tényleg ilyen elvonási tünetekkel jár, és akkor nézegetem a Google Street-en a volt albérletemnek az utcáját, meg videókat nézegetek a piacról, tehát hogy eléggé elvetemülten követem azért most is ezt az életérzést. Most anélkül, hogy belemennénk, és egyáltalán nem szeretnék spoilerezni, inkább könyvajánlót szeretnék, vagy nem is tudom, tehát, hogy kedvet csinálni az, hogy valaki ezt elolvassa, de nekem az jutott eszembe erről a könyvről, hogy a honvágyat valami egészen specifikus módon kezeli, és nem feltétlenül van gyökere ennek a főhősnőnek, és hogy mennyire érdekes az, hogy mennyire nem vágyik haza, és azt mondja, hogy jó, ez így, ahogy van. Itt vagyok, most ezt szeretem, és nem is akarok még csak gondolni se arra, hogy mi van Budapesten. Hogy jutsz el idáig? Ez egy érdekes meglátás. Ugye a regénynek az alap története, egy mitológiai történet, Perszefoné története, Perszefoné és Déméter története, ami röviden arról szól, hogy nagyon erős kötelék van Déméter és a lánya Perszefoné között, és ezt a nagyon erős anyalánya kötődést tulajdonképpen egy erőszak szünteti meg, ugyanis elrabolja Hádész Perszefonét magával az alvilágba, és Déméter borzasztóan kétségbe esik, hogy hol van a lánya, minden erejét és figyelmét a lánya fölkutatásának szenteli, mindeközben pedig a földön éhínség támad, mivel ő volt többek között a földművelés támogató istennő. Tehát pusztulás sújt a földön, miközben pedig kiderül, hogy Perszefoné lent az alvilágban, pedig közben egész jól érzi magát. És ő lesz tulajdonképpen az alvilág istennője. És úgy juthat aztán visszajut az édesanyjához, de még mielőtt visszajönne a felszínre, 7 szem gránátalma magot etett vele Hádész, és az, aki evett az alvilág gyümölcséből, annak mindig vissza kell oda térnie. És nekem ez nagyon tetszett, mert azt tapasztaltam akkor, meg azt érzem, vagy gondolom, hogy a mi generációnk, aki alapvetően ez az Erasmus generáció, tehát mi már megtapasztalhattuk azt, hogy milyen külföldön élni, és milyen felszabadító más kultúrákkal megismerkedni. Valahol mindig ezt az érzést nem tudjuk már elereszteni, ezt a kettősséget, és nagyon vágyunk arra, hogy legyen egy választott hazánk, vagy hogy lássunk világot, hogy ingázzunk, hogy oké, hogy van egy otthon, de ez kevés. És ez a közöttiség, ez egy nagyon izgalmas állapot. És aztán ugye a történetben Perszefoné is mindig visszatér,
és ezzel magyarázzák a 9 hónap nyarat, mert akkor fönt van az édesanyjával, és a 3 hónap telet, mert akkor meglent van az alvilágban Hádésszal. Tehát egy ilyen ingázó életmód, ami engem nagyon akkor szíven ütött, amikor kint voltam Szicíliában, és hát én is valami ilyesmi életet szeretnék élni. Hát ez az ingázás még várat magára, bár Budapest és Somlóvásárhely között például elég sokat ingázom, ami egyébként nem rossz, de hát remélem, hogy a Covid most már nem jön vissza többet, és akkor lehet többet ingázni. Most még ide szeretnék a könyvhez egyetlen egy gondolatot fűzni. Nekem ez nagyon-nagyon megragadta itt a hátoldalán, azt írja, és nem akarom felolvasni az egészet, de Szakonyi Károly személyesen írja ezt rólad, hogy nem akarom elcsábítani a költészettől, de kitűnő prózája a folytatásra kötelezi. Mert tud írni. Ezt írja rólad Szakonyi Károly, hát most Szakonyi Károly nevéhez nem kell egyebet hozzáfűzni. Én nagyon szeretem Szakonyi Károlyt, nagyon-nagyon tisztelem, és tényleg csak végtelen szeretettel és tisztelettel tudok róla beszélni. Azt gondolom, hogy ő is kedvel és szeret engem. Mi a Lyukas Óra nevű folyóiratnál találkoztunk, és tehát talán mondhatom azt, hogy baráti a kapcsolatunk, és én kértem meg ennek a hátszövegnek a felírására. De ezt nem diktáltad neki, tehát azért tolba, gondolom. Nem én diktáltam, igen, de hát tehát jól esik persze. Hát igyekszem méltó lenni a szavaihoz. Egyébként félig meddig bejöttek a szavai, mert a regény írása után nagyon hosszú ideig nem írtam verseket, és az utóbbi 1-2 hónapban kezdtem el újra verseket írni, és egyébként pedig csak novellákat írtam az elmúlt 2 évben, és nagyon otthonosnak éreztem a novella műfaját. Na de hát nem csak ez van a te életedben, illetve ez egy nagyon nehéz kérdés, mert hiszen amikor mi tanulunk egy irodalomórán költőkről, írókról, akkor mindig azt hisszük, hogy így ültek ilyen kávéházakban, és írták a verset. És ha éppen nem volt pénzük kávéra, akkor félbetépték, hát vannak ilyen anekdoták, nem egy, nem kettő, félbetépték a verset, és azzal fizettek, és mondták, hogy akkor menj át a szembe kiadóba, és akkor majd ott lehet ezzel fizetni. Na de azért ez akkor sem ilyen egyszerű volt, mert akkor is kellett több lábon állni, mert ez egy ilyen műfaj sajnos, de egy kortárs költő, kortárs író még halmozottabban nehezített pályán mozog, én azt gondolom, vagy ahogy elnézlek benneteket, veled is most már egyre gyakrabban beszélgetünk ezekről a dolgokról. Például itt lettél te a Pesti Nő blog szerzője, tehát valahol ez az online jelenlét is már ott van, mert ha nincs, akkor nem is vagy, meg ilyen furcsa dolgokat mondanak az emberről. Hogy jött ez? Felismerted ezt a dolgot? Ez úgy jött, hogy 2011-ben haza kellett jönnöm Szicíliából, és én borzasztóan szenvedtem akkor itt Budapesten. Tehát tudod, amikor hazajössz a 18 fokos télből, a -2-be, és esik a szürke hó, és stb. Stb. Tehát, hogy nagyon rossz volt itthon több dolog miatt is, nagyon szenvedtem, és akkor jött a Máté, Bach Máté, azzal a szuper ötlettel, hogy ő Budapesten élő nőket szeretne fotózni. Elkezdtünk együtt gondolkodni, és kikerekedett akkor ebből egy koncepció, hogy oké, hogy Budapesten élő nők, de készüljön akkor velük interjú is, tehát hogy mélyebben meg tudjuk őket ismerni, és akkor már tematizáljunk szakmák szerint, úgy mint Kosztolányi az Alakokban, hogy akkor ismerjük meg, hogy milyen szakmák vannak most itt a 21. században, nők, mi mindent csinálnak. Tehát nagyon tetszett nekem ez az ötlet, és nagyon boldog voltam, hogy akkor a Mátéval így ezt elkezdtük, mert nekem tulajdonképpen ez a munka egy öngyógyítás volt, illetve abban segített, hogy visszaszeressek Budapestbe, mert hogy az volt a fő koncepció a fotós oldaláról, hogy nem a budai várban, vagy nem a... Tehát nem egy kommersz helyszíneken fotóztunk, hanem ilyen titkos, izgalmas helyszínekre mentünk el, amelyeket a portréalanyok is kedveltek. Tehát ez nekem is segített egyrészt újra rácsodálkozni arra, hogy Budapest mennyire izgalmas és sokszínű hely. Abban is segített, hogy a saját nőiességemmel
nőiségemmel foglalkozzak. Nagyon jó volt, hogy tényleg mindenféle korosztályt megszólítottunk, és nagyon fontos missziónak is tartom, hogy minél több generációt megmutatni és beszélgetni velük, és megismertetni az ő problémájukat, mert hogy egyébként annyira buborékokban élünk, hogy nagyon ritkán nyílik alkalmunk arra, hogy például beszélgessünk egy 68 éves szociológussal arról, hogy neki például milyen szerelmei vannak most, hogy ő hogyan éli meg a szerelmet, vagy hogyan éli meg egy még idősebb nő a testének a változásait. És ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas témák. Úgyhogy ez például nekem ebben nagyon sokat segített, és nagyon sokat tanultam erről. Sokat beszélgetünk úgy általában is, meg most te is szóba hoztad, mert több egyére ezt a női vonalat, női vonatkozásokat, önmagunk megismerését. Nagyon sokszor azt érzem, hogy van női irodalom, ez most egy nagyon divatos dolog, de azt is érzem, hogy anélkül, hogy bárkit is megbántanék, hogy sokszor azt is irodalomnak hiszik már az emberek, ami mondjuk egy írott sajtó. Hogy hol van ennek a lélektani határa, kell-e ezzel foglalkozni, és ha igen, milyen mértékben? Én mindenkit arra biztatok egyébként, hogy írjon. Tehát ez egy fantasztikus eszköz a gondolatok rendszerezésére, az érzések narratívába helyezésére, tehát ez egy nagyon-nagyon jó eszköz arra, hogy egyáltalán jobban legyünk, vagy hogy jobban megismerjük magunkat, úgyhogy én tényleg mindenkit arra biztatok, hogy írjon, de ne akarjon mindenki publikálni, mert egyrészt nagyon-nagyon sok fáradt szerkesztővel beszéltem már, akik tényleg nagyon leterheltek, és az az önkritika nélküli szövegáradat, ami befut egy szerkesztőségbe, az valami döbbenetes. És én ezen mindig elgondolkodom, hogy tényleg az emberek ennyire nem olvasnak kortárs irodalmat, és ennyire nem ismerik, hogy mitől jó egy szöveg. Mert az a világ legszebb dolga tényleg, hogyha te mondjuk írsz a gyerekednek egy mesét, fölolvasod neki esténként, vagy fejből mondod el, tehát ez a világ legjobb dolga. Vagy írsz egy szerelmes verset valakinek. Tehát ezek gyönyörű dolgok. De nem kell mindent publikálni, és ez nagyon jó lenne, hogyha belátnák az emberek, vagy mielőtt elküldenének egy kéziratot, egyáltalán elmennének egy könyvesboltba, és megnéznék, hogy milyen verses kötetek jönnek most ki, vagy nem is kell elmenni könyvesboltba, hanem olvassanak akkor interneten, tök jó oldalak vannak, ahol kortárs verseket tudsz olvasni, és nem azt akarom ezzel mondani, hogy csak az a jó, ami most megjelenik, kortárs, de hogy tényleg vannak megszólalásmódok, témák, amelyeket már nem lehet elmondani, mert már elmondták. És miért akar valaki úgy elmondani valamit, ahogy már elmondták? Ez az unalom, és azt gondolom, hogy nincs ijesztőbb és rettenetesebb dolog egy író számára, amikor unalmasat csinál, csak az, hogyha nem jön rá, hogy unalmasat csinál. Hát igen, és ez mekkora felelősség egyébként a kiadók részéről, és meg hát mennyiszer nem az tükröződik vissza, mint minden más művészeti ágban. Nem a minőség tükröződik vissza, vagy nem az tükröződik vissza, hogy tehát valahogy a népakarat sokszor legyűri a jó ízlésű szerkesztőt, és nekem az a meglátásom. Szerintem, tudod mit, nem is a nép karolja föl, hanem az az író hiteti el a néppel, hogy ő kell a népnek. Tehát a marketingről beszélek. És én egyrészt ezt nagyon irigylem bizonyos emberektől, hogy ők ebbe így beleállnak és viszik, és aztán viszi magukkal sokszor a szerep. És látok olyat is, amikor, tehát a magánkönyvkiadásban pedig mennyi ember sikkad el, mert nem tudja például megteremteni a maga közönségét. És azért ez is egy nagy teljesítmény, megteremteni a magad közönségét. És ki vagyok én ahhoz, hogy egyébként meg azt mondjam, hogy ennek a műnek nem kellett volna megjelennie, mert több ezer ember azt mondja, hogy ez egy jó könyv, és ez egy fontos könyv. Hát de ez népnevelés is, tudod? Tehát, hogy azért valahol ez a kiadók felelőssége is olykor. Hát ez a kiadók felelőssége, igen, de ezek a különutas emberek pedig jár. Tehát, hogy én nem vagyok ilyen szempontból korlátozó,
jelenjen meg. Én kiadóként, szerkesztőként jó dolgokat igyekszem kiadni a kezemből, de egyébként pedig azt mondom, hogy ez egy szabad piac. Én így tudok élni, és lehet, hogyha egyébként nagyobb küldetéstudatom lenne. Azt hiszem, hogy a küldetéstudat például hiányzik belőlem szerkesztőként, és talán íróként is, terapeutaként megvan, de szerkesztőként és íróként nincs ilyen küldetéstudatom, hogy na majd én. Sajnos ez hiányzik, és lehet, hogy például emiatt nem leszek író, és emiatt nem leszek olyan nagy szerkesztő, mert nincs meg bennem ez a küldetéstudat, sokkal inkább alázat van bennem, vagy nem tudom, bénaság. Szerintem mérhetetlen a szerénység. A bénaság szót azért lecserélném a szerénységre, vagy az, hogy introvertáltság, ami nem feltétlenül afele terel téged, hogy nagyon mindenáron mutogasd azt, amit egyébként te végtelenül, vagy az a végtelen a tudás, vagy az a sok minden, ami össze van benned gyűjtve. Mert most ez minden, tehát hogy tényleg beletöltöttem most 2 napot, és tényleg az a benyomásom, hogy aki ezt így ilyen tisztán, érthetően végig tudja vinni, mindenféle sallang nélkül, az ember azt tudhat valamit. Akár szakmai, akár érzelmi, akár emberi, akár bármilyen oldalról. Szerintem ez az, ami benned különleges, vagy ez az, ami miatt a Szakonyi is azt írhatja, hogy tudsz valamit, mert így tudod ezeket a történeteket végigvezetni. És tudom azt, hogy most nem szereted, hogy én ilyen szépeket mondok rólad, mert látom rajta. De egyébként rajtad. Szeretem, tehát, hogy egyébként szeretem, csak nem tudok vele mit kezdeni. Ez Aha. egy nehéz kérdés, hogy egyébként nyilván azért írok, és azért, nem nyilván, de hogy azért is írok és publikálok, mert nagyon vágyom a visszajelzésre és a kapcsolódásra. Tehát azért, hogyha nem vágynék rá, akkor nem publikálnám, hanem azt mondanám, hogy legyen ott a könyvespoltban, és jó ez, hogy ott marad. Tehát én vágyom erre, és azt gondolom, hogy aki kiáll valamivel a közönség elé, és az mindegy, hogy egy vers, egy ének, egy színházi szereplés, vagy akár egy szakács. Tehát aki ad valamit a közönségnek, az vágyik a visszajelzésre, az nem magának csinálja ezt. De én sajnos nehezen tudok ezekkel mit kezdeni. Tehát, hogy vágyom rá, de aztán meg itt pironkodok, és azt mondom, hogy hát igen. Szóval azt hiszem, hogy ezt is tanulni kell, és meg kell tanulni elfogadni, és a helyén kezelni. Gondoltad volna mondjuk gyerekként, hogy te az leszel, ami most vagy? Vágytál erre az életre, amit most megkaptál? Ó, nem. Mit gondoltál, mi lesz veled? Én kiskoromban fagyigyáros szerettem volna lenni, aztán természetesen állatorvos. Semmi ambícióm nem volt, és az írásnak még csak az írmagja sem volt így a családunkban, vagy egyáltalán a művészeteknek sem. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas folyamata, hogy én tényleg melós szülők gyerekeként egyetemet elvégeztem, és aztán most bejáratos vagyok, tényleg nagyon izgalmas helyekre, körökbe, és nagyon izgalmas emberekkel találkozhatok, itt interjúzol velem a Café Viamban. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, amelyekre nem gondolom, hogy gyerekként predesztinálva lettem volna. Mostanában azt kutatom ezeknek a beszélgetéseknek mindig így a vége felé, hogy hol látják magukat az emberek 10 év múlva mondjuk, vagy nem kell pont 10 év, de hogy a jövőben. Van-e valami távlati cél, amiért küzd, vagy inkább sodródik az árral, és majd lesz, ami lesz. Szóval te melyik vagy ezek közül? Hú, én nagyon sokat agyalok. Tényleg ez az ABCD terv. És hogy hol leszek 10 év múlva, ez egy nagyon izgalmas kérdés. Hát bízom benne, hogy irodalomterapeutaként tudok létezni. Nagyon szeretnék külföldre vinni irodalomterápiás csoportokat külföldi magyaroknak, ez egy nagy álmom. És bízom benne, hogy több időm lesz írni saját dolgokat, mert ez most egy nagy harc a hétköznapokkal, hogy legyen például egy egész napom arra, hogy
ne menjek sehová, ne jöjjön hozzám senki, ne kelljen semmit leadnom. És ha van luxus az életemben, az ez, amikor mondjuk van egy egész napom magamra. Úgyhogy, tehát 10 év múlva remélem, hogy ez már nem lesz ekkora luxus, hanem a hétköznapok része lesz. És hát remélem, hogy sokkal több időt tudok Szicíliában tölteni, mondjuk így a teleket Szicíliában, és akkor minden mást meg itthon. Na jó, és akkor hogy van az életrecept? Mi az oda vezető út szerinted? Vagy eddig mi segített el? Az biztos, hogy nagyon sokat segített a családom, tehát hogy ők mindig ott vannak. És az, hogy nagyon makacs vagyok, és nagyon akaratos, és nagyon fegyelmezett. Úgyhogy ezek a dolgok sokat segítenek. Illetve tudtam, de azért nagyon bízom, hogy még újra tudok majd váratlan döntéseket hozni. Tehát amikor nem tudod, hogy mi lesz, csak legyen. Ez az elmúlt 1-2 évben nem sikerült. De ez az érzés, meg ennek a megélése nagyon hiányzik például. Tehát az, hogy merjek ilyen bátor döntéseket hozni. Nehezet kérdezzel, mert ezek a recept dolgok olyan, mintha tudnám a tutit, pedig nagyon nem tudom a tutit. Én azt hiszem, hogy egyébként, tehát hogy a sors valahogy mindig úgy terelt, hogyha le is tértem valahonnét, akkor is visszaterelt oda, és emberek, találkozások, véletlenek, de én ezt inkább sorsnak hívom, ezek úgy tereltek, hogy egyébként mindig tök jó dolgok történtek velem. Úgyhogy nincs recept, bocsánat. Hát akkor így. Tartsatok velünk 2 hét múlva is, akkor a sokat emlegetett Szicíliából fogunk majd jelentkezni nektek minden bizonnyal. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, keressetek minket a Facebookon, az Instagramon, és meghallgathatjátok a portré műsorainkat a Spotify-on, és vigyázzatok magatokra. További szép nyarat kívánok nektek, hamarosan itt van az augusztus. Sziasztok! Sziasztok.